Üdvözlöm a testvéreket, vendégeket. A mai napra egy történetet hoztam a Bibliából, mindannyian ismerjük, gyerekkorunk óta. Mind a négy evangelista leírta ezt a történetet, a szinoptikusok, az együttlátó evangelisták, de János evangéliumából olvasom az ígét, mert ő még valamit hozzátett, amit a többi evangélista nem tett. Nyissuk meg a Szent Ígét, keressük meg János evangélium a 6. fejezet, és ott a 4. versétől olvasom az ígét. János evangélium a 6. fejezet 4. versétől. Közel vala pedig húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemeli Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felele néki Filip, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenik ők kapjon valami keveset. Mondta néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi ez ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen, leülének azért a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván. Adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak. Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Eddig olvastam Isten ígéjét. Úgy olvastuk az ígében, hogy van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi az ennyinek? Jézus azt mondta, ültessék le az embereket. Nagy fű volt, és leültették a férfiakat 50 és 100-as csoportokban. Úgy olvastuk, hogy szám szerint 5000 férfi volt. Jézus vette a kenyeret, és hálát adva a tanítványoknak. A tanítványoknak odaadta a kenyereket, miután hálát adott, és a tanítványok szétosztották a leültek között. És a halakból is ugyanígy tett. És mindenki annyit vett, amennyit akart. Testvéreim, ismerjük ezt a történetet, de szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy János kitért egy részletre, amit a többi evangelista nem említ. János megmondta, leírta, hogy honnan van a kenyér. Azt mondta András, a Simon Péter testvére, van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. Ellen White a Jézus élete című könyvből adjatok nékik ti enni cím alatt szeretnék egy pár gondolatot olvasni. A tanítványok végül hozzáléptek és sürgették, hogy saját értekükben bocsássa el a népet. Sokan messziről jöttek és reggel óta semmit sem ettek. A környező városokban és falvakban még vásárolhatnak élelmet. Ám Jézus így szólt hozzájuk. Adjatok nékik ti enni. Így olvasok Lukács evangéliumában. Majd Filiphez fordulva megkérdezte. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez János evangéliumában van leírva. Ezzel próbára akarta tenni a tanítványnak a hitét. Filip elnézett a tengernyi fejek között, és
Arra gondolt, lehetetlenség annyi élelmet szerezni, hogy ilyen tömeg szükségleteit kielégítsék. Azt felelte, 200 dénár áru kenyeret alig lehetne szétosztani ezek között, hogy mindenkinek jusson valami kevés. Jézus megkérdezte, mennyi étel van náluk. És azt mondta András, hogy van itt egy gyermek, akinek van 5 kenyere és 2 hala. Jézus megparancsolta, hogy hozzák azokat oda eléje. Azután szólt a tanítványoknak, hogy ültessék le az embereket a fűre 50-es, 100-as csoportokban. Őrizzék meg a rendet, hogy mindenki lássa, amit cselekedni szándékozik. Amikor ez megtörtént, Jézus vette az ételt, és szemeit az égre emelvén a tanítványoknak, és hálát adott ezért. Imádkozott, megáldotta a kenyereket, és utána odaadta a tanítványoknak, és a tanítványok szétosztották az emberek között. És úgy olvassuk Márk evangéliumá 6. fejezetében, hogy evének azért mindnyájan és megelégedének, a maradékot is szedének fel 12 tele kosárral, és a halakból is. 12 kosárral. Miért volt 12 kosárral? Azért, mert Izraelnek 12 nemzetsége volt. És hogy elmondhassák, kár, hogy nem voltál ott, neked is jutott volna. Akármelyik nemzetségből vagy, mert 12 kosárral szedték össze a maradékot. Figyeljük meg, mind a 4 evangélista leírta ezt a történetet. De János apostol egy picit másképp gondolkozik. A 3 evangélista, Máté, Márk és Lukács példázatokat is használ. Ők közöttük a hasonlóság 32-től 40%-ig. János evangéliuma, van nincsenek példázatok. Ott a szemtől szembeni beszélgetések a mérvadóak. Ő csak 8%-ban hasonlít a többi, a másik 3 evangélistához. És itt találjuk leírva, hogy van itt egy gyermek. Erről a gyermekről szeretném, ha ma elmélkednénk. A Bibliában a történetek szó szerint igazak. Ott valóban volt egy gyermek, akinek 5 kenyere volt és 2 hala. De nem csak szó szerint igazak a történetek, hanem lélek szerint is. Ez azt jelenti, hogy mondani valója sokkal mélyebb és sokkal nagyobb. A Biblia sokat beszél az emberről, és azt is mondja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Így olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 3. versében. Legtöbb ember itt érti félre az ígének a mondani valóját. Azt gondolja, hogy olyan ártatlannak kell lennie, mint egy gyermeknek. A kisgyermek sem ártatlan. Pontosan olyan, mint a felnőtt, mert vele született a bűn. A Zsoltár író azt mondja, bűnben melengetett engem az anyám. Gondoljuk el, mint egy kis virágmag, mondjuk, vegyünk példának egy petúniamagot, amely az egyik legkisebb virágmag. Mégis benne van az egész virág formájával, színével, illatával, levélével együtt. A kisgyermekben is benne van az egész felnőtt, aki lesz majd belőle. A gyermek nem ártatlan. Nem erre mondta Jézus, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Amikor Jézus erről beszélt, egyet akart mondani. Olyan kicsinek kell lenni, mint a gyermek. Mi mindig túl nagyok vagyunk. Egyet szeretne és akar az Úr.
olyan kicsi, rászorult, önmagamban tehetetlen legyél, mint a gyermek, akinek egy valamije van. Van bizalma a szüleihez. Van bizalma a felnőttökhez. Isten ezt a bizalmat várja el tőlünk. Ezt a kicsiséget. Az ember gondolkodásmódja az élethez a következő. A Pécsi Tudományegyetem falára, bejárata felé van felírva, hogy mikor a gyermek 3-5 éves, akkor azt mondja, hogy az édesapja a legerősebb, a legokosabb a világon. Mikor eléri a 10-12 éves kort, akkor azt mondja, hogy az én apám nem is tud mindent. Mikor 18-20 éves lesz, akkor már azt állítja, az én apám nem tud semmit. Mikor 30-35 éves lesz, akkor azt mondja, hogy sok mindenben igaza van apámnak. Mikor eléri az 50-60 évet, akkor azt mondja, hogyha az én apám most élne, akkor sok mindent beismerni neki. Elnézést. Körülbelül 50 évvel ezelőtt a szombatiskolában egyik tanító megkérdezte egyik társamat. Tudod-e, Sanyika, ki teremtett téged? Isten teremtett, volt a válasz. De csak kicsinek teremtett. A többit én nőttem hozzá. Azt hiszem, mi is sokszor ilyenek vagyunk, hogy valamit én csináltam ebben a dologban. Tett valamit az Úr, de a többit én nőttem hozzá. Mindig azt keressük, mi az, amit én nőttem hozzá, és ebben akarok nagy lenni. Jó volna, ha megértenénk, az Úr nem ezt akarja. Valahol ezt olvastam, az ember gyermekeit felneveli, Isten gyermekeit kicsinek neveli, hogy egyre kisebb, egyre rászorultabb, tehetetlenek legyen nélküle. Isten gyermeke vagy, aki rábízta magát az Úrra? Mindent tőle vársz, mint a gyermek, aki nagy, csodálkozó szemmel néz az apjára, mert mindent tőle remél. Egyszer egy ember beszélgetett valakivel, s közben bejött a kisfia. Egy percre feléje fordult az édesapja, és megkérdezte, mit akarsz, kisfiam? Édesapám, a nagyfiúk sárkányt csinálnak. Én nem tudok. Ugye, csinálsz nekem? Az illető azt mondta, a feltétlen bizalom, amiben a gyerek apjára nézett, abban a pillanatban tudtam, hogy ez a gyerek meg fogja kapni a sárkányt. Így mész-e az atyához? Így nézel a mindenható atyánkra? Fölnézel bizalommal? Édesatyám, én nem tudom, de te, tudom, hogy képes vagy rá. Vajon imádságaink egy bizakodó gyermeknek a mondatai? Vagy olyanok vagyunk, hogy a többit magam. Egy kicsit segíts, Uram, a többit majd magam. Ismerjük azt a mondást. Egy kis egészség van, a többit majd megvesszük pénzen. Van itt egy gyermek, akinek van. A gyermeknek van, mert gazdag atya van. Mindene van, mint a hatalmas gazdag atyának. Senkinek nem volt semmije, senki nem tudott segíteni, de van itt egy gyermek, akinek van.
ha van atyám, vele együtt mindenem van, gondviselőm van, segítőm van. Egyszer meglátogattunk valakit, ahol meghalt az édesapa. Az édesanyát láttuk kisírt szemekkel, és azt mondta, nincs gondviselők. Az a kérdés, nekünk van gondviselünk? Életünket úgy rá tudjuk bízni mennyei atyánkra, mint egy gyermek. Bízunk benne feltétel nélkül, mert egy gyermek olyan, megbízik benne. Emlékszem, lányom pár éves lehetett, és mikor valakinél voltunk, mikor már álmos volt, mindig megkérdezte, apa, ha elalszok, hazaviszel? Mondtam, igen. Pár másodperc múlva már aludt. Ilyen a bizalom. Testvérem, az a kérdés, hogy van-e kenyered éhező, testi és lelki éhesek számára? Van-e szereteted minden ember számára? Van-e türelmed, segítőkészséged? Nem úgy vagy sokszor, hogy sajnos nincs. Olyan élesen mondja az íge, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Hányszor mondtad már ki, hogy nincs? Nekem nincs ez, nekem nincs az. A gyermeknek mindig van. Van szeretete, van türelme, nem fontoskodik, mint mi sokszor tesszük. Mert annyi dolog van, kár fontoskodni, ezzel csak mindent elrontunk. Ebben a fáradt, hajszolt világban jó volna úgy élni, hogy nekem mindig van időm. Nem tudom, ki ismeri Mécs Lászlónak a versét, ahol egy vonaton utazó gyermek szájába adja ezt az igazságot. Én ráérek, nincs semmi dolgom itt a pénzzel, sem a szerelmi mézzel. Ha megharcoltam bűnnel a harcom, a tűkör tiszta, tiszta gyermek arcom. Az a kérdés, neked mivel van dolgod? Pénzzel, testtel, sikerrel, élvezettel? Jó volna gyermeknek lenni, akinek semmivel sincs dolga, akinek nem kell futni anyagiak, dicsőség, hírnév után. Nem kell, mert gyermek. Van itt egy gyermek. Megint csak kérdezem, te vagy az, akiről Isten beszél? Nem volna jó, ha most ki tudnánk mondani. Uram, nem voltam gyermek, ez a legnagyobb baj. Magamra rámoltam, magamra húztam dolgokat, ahelyett, hogy tudtam volna, van atyám. Akinek gazdag atya van, annak mindig mindene megvan. Jól ellátott, szeretett gyermek az. Az ígében az az érdekes, nincs szó arról, hogy ez a gyermek adja-e az öt kenyeret. Meg sem kérdezik tőle, adod-e? Fel sem merül a kérdés, hát ha nem. Van itt egy gyermek, akinek van öt kenyere és két hala. Hát, ha magának hozta útravalónak. Aki igazán gyermek, annál ez nem kérdést. Azt olvassuk. Jézus pedig vette a kenyereket. Miért vehette? Mert adta. Mindet odaadta. Nem mondta, Uram, négyet odaadok, de egy kell nekem is. Egy hadd maradjon, és egy fél hal, hogy azért éhen ne haljak.
Emlékszünk a Bibliában, az apostolok cselekedetében, Ananiás és Safira történetére, aki valami részt letettek az apostolok lábaihoz. Valami részt. Lehet életünknek valami részét adjuk. Időnknek, erőnknek valami részét. Ki kívánhat olyat, hogy az egészet? Júdásnak is az volt a baja, hogy valami kicsit elcsent az erszényből. No, nem mindent, de azért kell egy kis biztosítés. A gyermeknek nincs szüksége biztosítékra, mert atya van. Eljutott-e oda bátran mindent, oda lehet adni? A Krónikák második könyve 25. fejezet 9. versében úgy olvassuk, hogy az Úr néked annál sokkal többet adhat. Tehát amikor adom, abban a pillanatban tudhatom, hogy ő annál sokkal többet adhat. Gyermek vagy, aki nem gondoskodik magáról, nem félti a holnapját, nem félti a jövőjét, hanem odaad mindent. Amikor a bibliai özvegye asszony két fillérjét dobta a perselybe, Jézus azt mondta, többet adott, mint az egészek, a többiek mind. Mert azok a fölöslegükből adtak, de ez az özvegye asszony mindenét odaadta. Mikor fogsz odajutni, hogy gyermekként mindent odaadsz? Mert ez a hívő titka. Oda mertél már adni mindent? Ha kellett a lakásod, ha arra volt szükséged, a pénzed, a kocsid? Kérdezem, van itt egy gyermek? Vagy csupa felnőttök vagyunk, akik mindent ésszel, logikával fogunk? Jaj, ezt nem lehet. Ez a gyermek adta, és amit adott, százszorosan kapja vissza. Hiszen Jézus Krisztusnak csodálatosak a szorzó számai. Úgy olvassuk több helyen az ígében, hogy 30, 60 és 100 annyit ad vissza. Ezek csodálatos szorzó számok. Az ige azt mondja, volt 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi az ennyinek? Jézus vette a kenyereket, mondja tovább az ige, vehette, mert ő adta, és Jézus kezébe került. Mi lenne most, ha mindened Jézus kezébe kerülne? Időd, erőd, képességeid. Akkor történne meg a csoda. Mindnyájan csodát várunk. A csodának egy feltétele van. Hozzátok azt Jézus elébe. Milyen jó volna mindent odavinni Jézushoz. Bár csak itt volna az a gyerek. És mi lenne, ha ma te lennél az a gyerek, vagy én lennék az a gyerek, aki eldönti azt, hogy mindent odaadok Jézusnak. Vette a kenyereket, és Jézus elfogadja, amit adnak. Tudjuk azt, hogy Jézusnak nem lett volna szüksége arra, hogy a kenyereket odaadják neki. Ő meg tudta volna a csodát úgy is csinálni, ha nem kapott volna kenyereket. De Jézus felhasználja mindazt, amit a kezébe adunk, azt a semmiséget. Mi lenne, ha eldöntenéd, mindent kezébe adok? Hadd tehessen csodát az életemben. Tehessen csodát a családomban. Minden az áldáson múlik. Hiába erőlködünk, próbálkozunk. Az a kérdés, hogy kezébe tesszük le az egész életünket, javainkat, mindenünket, és rábízzuk, mert csak akkor kerül
Isten áldása a mi életünkre. Testvéreim, még egy szemléltető példát szeretnék olvasni az Ószövetségből. Királyok első könyve, 17. fejezet, és ott a 10-től 14. terjedő verseit. Ismerjük ezt a történetet is. Királyok első könyve, 17. fejezet, 10-től 14. terjedő verseit. És felkelvén elméne Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, íme egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett. És megszólítván azt mondané ki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem, valami edényben, hogy igyam. De amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondané ki, hozz kérlek egy falat kenyeret is. Azt pedig mondta, él az Úr a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem. Csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajam a korsóban. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghaljunk. Mondta pedig néki Illés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozz ide magadnak és a te fiadnak pedig, azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt áll a földnek színére. Testvéreim, itt egy özvegyasszonyról szólunk. Tudjuk azt, hogy kiszolgáltatottak voltak Izrael idejében az özvegyek és az árvák. De az Úr előre megmondta Illésnek, hogy egy özvegyasszony által fogok gondoskodni rólad. És mikor megszorította az özvegyasszonyt, hozzál már egy kis vizet, hogy igyok. Az, mikor elindult a víz felé, akkor utána szólt, hozzál már egy kis kenyeret is. És akkor az elmondta, él az Úr a te Istened, hogy nincsen egy falat kenyerem se. És akkor elmondta, hogy van egy maroknyi kis lisztem a béka fenekén, egy kis olajam. Most azért szedegetem a fát, hogy azt megsüssem, megesszük, és utána lesz, ami lesz, meghalunk. De a proféta azt mondta, először nekem süss, és nekem hoz, azután következtek ti. Testvéreim, mi megtettük volna ezt? Vagy meg tudnánk tenni ezt? Nézzük a gyermekünket éhesen, és először az idegennek adunk, mert Illés idegen volt a sareptai özvegyasszony előtt. De az Úr lelke szólt által, és megtette mindazt. És amint tudjuk, a történetnek a folytatásán nem fogyott ki a vékából a liszt, és a kis olaj addig, amíg újra eső nem lett a földön. Ilyen bízalommal megyünk mi Istenhez. Így meg tudunk bízni az ő ígéretében, az ő szavában, mint egy gyermek. Vagy mi magunk akarunk megoldani dolgokat. Egy történetet szeretnék olvasni, ami egy gazdag emberről és egy kisfiúról szól. A gazdag ember magányosan élt, hatalmas házában. Senki sem várta haza, amikor este megérkezett, és megkérdezték tőle, hogy miért él egyedül. Cinikus nevetéssel válaszolt. A nővel csak baj van, ráadásul olyan, mint a mesztelen csiga, csupaszon jön, amikor megy, viszi a házat.
A gyerekeket pedig nem szeretem. Amíg kicsik, büdösek és sokba kerülnek, amikor már nagyobbak, állandóan nyavajognak. És nem mond, hogy olyan aranyosak. Ez csak az ostobák közhelye. Az arcukra már óvodáskorukban rá van írva, hogy milyen ostoba és rosszindulatú felnőtt lesz belőlük. Úgyhogy a férfi egyedül élt. Igazgatta a vállalatait, golfozott, sokat olvasott és utazott, ám egyszer, amikor a város szegény negyedén hajtott keresztül a kocsijával, defektet kapott. Nagyon dühösen, káromkodva kiszállt az autóból, és miután telefonon segítséget kért, hogy megoldják a defekt problémát, elégedettsége visszatért, mert örömmel töltötte el a tény, hogy minden problémát meg tud oldani. Ekkor vett észre egy gyereket. A kisfiú körülbelül 5 éves lehetett, és egy kerítésnek a vasrácsába kapaszkodott, és némán figyelte őt. Apró testét rongyok fették, s noha a kéregetők jellegzetes kisugárzását árasztotta, nem szólt egyetlen szót sem, csak nézett. A férfi nem hatódott meg. 1000 ilyet látott már, mi több, még csak el se fordult. A legtöbb ember gyenge, hogy őszinte nyugalommal fogadja egy ilyen koldus közelettét. Ám őt más fából faragták. Rezzenéstelen arccal állta a rászegező tekintetet. Mi több, még bele is merült a gyermeki szempárba. És akkor megszédült. Erővel vágta mellbe valami. Pedig a fiú pillantásából hiányzott minden emberi. Pici lelke nem sugárzott haragot, nem sugárzott dühöt, félelmet vagy örömöt, egyszerűen nem volt benne semmi kiribó. A férfi nem bírta elfordítani a fejét, pedig a kölyök szembogara, mint 2 feneketlen üreg, a halál ürességével termesztette meg a férfi szívét. Azok néznek így, akik a kelleténél többet láttak az élet mocskából. Egész nap ez a pillanat járt a fejében. Hiába golfozott a ragyogó napsütésben, a semmi hűvöse vele maradt. Hiába döntött magába nemesebbnél nemesebb italokat. Szájában csak por és hamu ízét érezte. Nem tudott aludni. Forgolódott a hatalmas ágyban, és a plafonra szerelt tükörben nem látott mást, csak ezt a kis gyermeki szempárt. Amikor másnap a kormány mögé ült, eleinte még győzködte magát, hogy nem érdekli a gyerek, és csak azért megy arra, mert úgy rövidebb az út. Aztán egyszer csak lélekben vállat volt, és nem színészkedett tovább önmaga előtt. Igenis, látni akarom, bevallotta önmagán. A kisfiú pontosan ott állt. A férfi csak nézte a merev szempárt, a mozdulatlan testet. Meg akarta szólítani a gyereket, de amikor ki akart szállni az autóból, elkezdett izzadni a tenyere. Ahogy az ajtó felé nyúlt, görzsbe rándult a gyomra, és elhajtott. A következő felkelő nap újra a vasrács mellett érte a férfit. Most sem tudott megszólalni, de egy doboz tejet már a fiú kezébe tudott nyomni. Következő nap egy fürt szőlőt hozott. Harmadnap egy hatalmas szendvicset. Negyedik nap pedig
elbeszélgetett vele. Amikor a férfi 20 évvel később haldokolt, halálos ágya mellett egyedül a fiú állt. Nem csak, hogy jóvágású fiatalember lett belőle, de kivételes intelligenciának köszönhetően az élet dzsungelében is megállta a helyét. Egyedül töltött éveik alatt igaz barátokká váltak. Több szeretet és figyelmesség adtak egymásnak, mint a legtöbb vérszerinti családtagok. A fiú szemében őszinte könnyek ragyogtak, ahogy fogta a ráncos kezét. Mindenét odaadta volna, hogy a sok jót meghálálhassa nevelőapjának. De a halállal szemben tehetetlen volt. Nem tudta megmenteni. Egy pillanatban a férfi kinyitotta a szemét, és halkan megszólalt. Ne gyötörd magad! A halál elől nincs menekvés. De most a halál kapujában tudom, hogy nem volt hiába a találkozás. Mert te akkor ott a kerítésnél megmentetted az életemet. Egy kisfiú. Testvéreim, mi tudunk ilyen kisgyerek lenni? Meg tudjunk így alázkodni a mi mennyei atyánk előtt. És azt mondjuk, Uram, itt van az életünk. Formáld akaratod szerint. Legyen tetszésed szerint. Úgy minden. És bízzuk rá a mi életünket, mint ahogy egy kisfiú bízza az ő apjára. Befejezésül hadd olvassak egy zsoltárt. A 71. zsoltárból olvasom az 1-től 6-ig terjedő verset. Te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. Hajtsd hozzád füledet, és tartsd meg engem. Légy sziklavárom, ahová menekülhessek szüntelen. Rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és kegyetlenek markából. Mert te vagy az én reménységem, ó Uram Istenem. Én bizodalmam, gyermekségemtől fogva. Reád támaszkodom születésem óta, anyámnak méhétől, te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem, szüntelen. Amen.